Ez a Pápavárosi Televízió híradója, pénteken köszöntöm Önöket. A nehéz légiszállító ezred parancsnoka és helyettese, valamint a város polgármestere tartott megbeszélést a járványügyi helyzettel kapcsolatban a hét közepén a Városházán. Az alkalmon kiemelték, a Pápán élő külföldi katonákra és családtagjaikra is ugyanazok a közegészségügyi szabályok érvényesek, mint a pápai polgárokra. Ugyanakkor a repülésben résztvevőkre a szokásosnál is szigorúbb rendelkezések vonatkoznak, tudtuk meg az ezred parancsnoktól. James Sparrow ezredes és helyettese látogatott el a Városházára, hogy dr. Áldozó Tamás polgármesterrel egyeztessenek a járványügyi krízishelyzettel kapcsolatban. Azért jöttünk, hogy elmondjuk, a stratégiai légiszállítási képesség ezredénél milyen intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a koronavírus terjedése minél alacsonyabb szinten maradjon. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy nemzetközi állományunkra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint minden magyar állampolgárra. Az előírásokat mi is maximálisan igyekszünk betartani. Dr. Áldozó Tamás polgármester úgy fogalmazott, mindig örül annak, mikor a város és a nehéz légiszállító ezred partnerségéről beszélhetnek. Ez egy régió kipróbált kapcsolat, és hát ennek keretében beszéltünk most parancsnok úrral, a legfőképpen a koronavírus járványal kapcsolatos teendőkről, illetve helyzetről tájékoztattuk kölcsönösen egymást. Ugye a légiszállító ezred állománya és az ő családjaik, azok pápai lakosok itt élnek közöttünk, tehát nyilván mind a kettőnk számára fontos az, hogy kölcsönösen meglegyenek a garanciák arra nézve, hogy a közegészségügyi szabályokat betartjuk, és nem jelentünk kockázatot a másik fél számára. Az itt élő külföldi állampolgárokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a pápai polgárokra, és ugye megtudtuk azt, hogy milyen különösen szigorú eljárás vonatkozik azokra, akik repülnek, és akik egyébként létfontosságú feladatot teljesítenek. A koronavírus világjárvány idején a nehéz légiszállítási képességre fokozott szükség van. A pápai bázis repülőtéren szolgálatot teljesítő ezred folyamatosan szállít egészségügyi eszközöket és védőfelszereléseket a tagországok számára, tudtuk meg az ezred parancsnoktól. A szezonhoz képest lényegesen kevesebb árus és vásárló volt ma a piacon. A koronavírus járvány és a kihirdetett veszélyhelyzet sokakat távol tart a vásárcsarnoktól. A piacon életbe léptetett biztonsági szabályok betartását a piacfelügyelő, a technikai személyzet és a közterületfelügyelők is ellenőrzik. Tapasztalatuk szerint a legtöbben megértéssel fogadták a járvány terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket. Múlt hét óta új nyitvatartási renddel működik a városi piac. Az árusítói és vásárlói forgalom indokolta a változtatást. Arra megállapításra jutottunk, hogy valójában nincs is eladó hétfő, szerda és csütörtöki napokon. Értelmetlennek tartottuk ebben az időszakban, ezeken a napokon a piacnak a nyitvatartását. Egyeztetve a piac tulajdonosával úgy döntöttünk, hogy ezeken a napokon bezárjuk a piacot. Igazából ez a forgalmat nem is érinti. Így kedden, pénteken, valamint szombaton és vasárnap látogatható a vásárcsarnok. Az üzletek azonban a szabályok szerint minden nap nyitva vannak. Az árusító csarnokban ma is voltak üres pultok. Április elején a mostaninál jóval nagyobb szokott lenni a forgalom. Szinte minden pultnak, a minden elárusító helynek bérlettel eladott használója lenne, de amint látjuk, a legforgalmasabb időben is alig egyharmada van itt a piacárusoknak. Ezen kívül a pavilonsor felőli oldalon teljes hosszúságban CC kocsikból kellene árulni a palántákat és a virágokat. Talán két árus érkezett meg. Tehát lényegesen kisebb a forgalom. Akik itt vannak, azt mondják, hogy az ilyenkor megszokottól eltérően körülbelül annak egyharmada a bevételük. A piacra vonatkozó szabályok betartatására nagy gondot fordít az üzemeltető, így a higiéniai előírásokra és a vásárlói idősávokra is. 9 óraig a fiatalabbak, 65 évnél fiatalabbak, azután pedig a 65 évnél idősebbek jönnek. Főleg a reggeli órákban, tehát 9 óra előtt is jönnek 65 év felettiek, velük van küzdelem. Igen, nem értik meg, hogy ez valójában az ő egészségük védelme érdekében van.
Németh Sándor péntekenként rendszeresen jár a piacra, most gumikesztyűben vásárol és ügyel a távolságtartásra. Az időseknek kijelölt idősávot jó ötletnek tartja. Én helyesnek tartom, úgyhogy nyugodtan be tud, aki még egy kicsit előbe érzi magát, szépen el tud menni, és akkor villámgyorsan be tud, amit ő szeretne magának vásárolni, meg tudja szerezni. Ön betartja ezt a szabályt? Én betartom. Minden héten itt látjuk Önt a piacon. Most itt ebben a veszélyhelyzetben is jön rendszeresen? Igen, igen, megpróbálok jönni. Mi a tapasztalata, a vevők száma hogyan alakul? Hát észre lehet venni, hogy kevesebben vannak, viszont azt tapasztaltam ma is, hogy a fiatalok reggel 9-ig próbálkoznak azzal, hogy megveszik a nagyszülőknek, szülőknek a mézet például. És tehát az öregek inkább otthon maradnak. Idősek azért jönnek elő? Fognak-e 9-től délig? Jönnek, de tehát, nem sűrűn vagyunk, tehát úgy fél óránként egy-egy vevő. Ahogy Ferencné pap Zsuzsanna, úgy a legtöbb árus is ügyel a megelőzésre, gumikesztyűben és arcmaszkban értékesíti portékáját. Március 16-ától a járványügyi veszélyhelyzet miatt a magyarországi általános és középiskolákban digitális oktatást vezettek be. Ez azt jelenti, hogy olyan tanítási módok léptek életbe, melyek nem igényelnek személyes jelenlétet. A tanulók tanáraik online irányításával otthon tanulnak. A pedagógusok és a gyerekek hamar átálltak az új helyzetre, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az interneten keresztül a digitális kompetenciák kihasználásával jól halad a tananyag elsajátítása. Annak, hogy hogyan is történik az online tanítás és tanulás, mi is utána jártunk. A pápai általános iskolák közül az Erkelben és a Munkácsiban érdeklődtünk, hogy miként zajlik náluk a digitális oktatás. Március közepén kezdődött el az iskolákban a digitális munkarend. Hétvégi kormányzati bejelentést követően hétfőn gyerekek nélkül maradtak az iskolák. Csak a pedagógusok mentek be az intézményekbe, hogy kialakítsák az új oktatási formát. A kormányzati döntés célja nem más volt, mint hogy ezzel az intézkedéssel védjék a tanulók és a pedagógusok egészségét, illetve hogy lassítsák a koronavírus terjedését. 16-án kezdtük ezt az új munkaformát. Először is fel kellett venni minden tanulóval a kapcsolatot. A kollégák kiosztják a feladatokat, különböző linkeket tudnak kapcsolni hozzá, PPT formátumban teszik fel a tananyagot. Vannak olyan munkatársaim, akik a saját hangjukkal magyarázó szöveg kíséretében teszik fel ezeket a prezentációkat. Nagyon ötletesnek tartom például a matematika szakos részéről, hogy szintén saját videót készít, és elmagyarázza például a geometriai szerkesztési folyamatokat, teszem azt a tengelyes tükrözésnél, és lehet hallani a pedagógus hangját tisztára, mintha ott lennének a tanteremben. Szemben lévő csúcsszögek mindig egyenlőek, ez 70 fok. Főleg a kisebb gyermekeknél fontos az, hogy a tanulók lássák is tanítójukat, ha csak a virtuális térben is, de találkozzanak, mondta el Heizer Zoltánné. Bizony-bizony Skype-on, Messengeren, vagy éppen a Zoom felületen, vagy Viberen zajlanak ezek a bizonyos digitális órák, ahol hát látják egymást. Az első 3 hét elég volt ahhoz, hogy letisztuljon a digitális oktatás formája, árulta el az Erkel iskola igazgatója. Pedagógusok maximálisan 5-ösre vizsgáztak ebből a feladatból, de nem csak a pedagógusok, hanem a gyerekek és a szülők is. A digitális kompetenciák olyan robbanásszerűen fejlődnek, meg még fejlődni is fognak, mert még lehet csiszolni a dolgokat és továbbfejleszteni, hogy ez biztos, hogy ha majd visszajutunk egyszer az iskolába, akkor nagyon nagy hasznát fogjuk venni ezeknek a kompetenciáknak. Hasonló tapasztalatokról számolt be szerkesztőségünknek a Munkácsi iskola intézményvezetője is. Ferenci Kálmán úgy fogalmazott, a kezdeti döcögések után egyre jobban zajlik az online tananyag elsajátítás. S hogy ez minél hatékonyabb és eredményes legyen, jó tanácsokat is megfogalmaztak a Munkácsi iskolában a gyerekek és a szülők számára. Ez egy otthontanulás, és az otthontanulásnak a módszerét, vagy inkább a napi rendjét is valahogy el kell a diákoknak sajátítaniuk. Ehhez próbáltunk mi, vagy próbálunk még jó tanácsokat is adni szülőknek, gyerekeknek egyaránt, hogy még inkább hatékony legyen ez az oktatási forma, hisz nagy valószínűséggel a tanév végéig ezzel kell a tananyagot
a kisgyerek fejébe beletennünk. Most az a cél, hogy ebből a helyzetből a lehető legjobban jöjjenek ki, s hogy a tanév sikeres legyen, tették hozzá az intézményvezetők, akik hangsúlyozták, a gyerekek érdekében mindent megtesznek azért, hogy be tudják fejezni a tanévet, s végigérjenek a tananyagon. Sok játékos módszert alkalmazva eredményes lehet a digitális ismeretelsajátítás, emelték ki az iskola igazgatók. Mindegyik, amelyik eszedbe jut, most jöhet. Zsákutcává változott a Fenyves utca a Várkertfürdő kerítése melletti saroknál. A forgalmi rend megváltoztatásának célja, hogy a lakóövezetben megszűnjön az átmenő forgalom. Az utcában egyre több családi és társasház épül. A lakóövezetben élők közlekedésén túl azonban nagy átmenő forgalom is terheli a Murvás utat. A forgalmi rend megváltoztatása ennek megszüntetését célozza. Egyre több ház épül a Vajda Péter lakótelep mögötti Fenyves utcában, főként kisgyermekes családok élnek itt, s mivel járda nincs, ők is a Murvás úton közlekednek. A tapasztalatok szerint az itt élők óvatosan haladnak a Murvás úton, de sokan vannak, akik átmenő útként használják az utcát, és az indokoltnál is gyorsabban hajtanak. Most zsákutcává tették a Fenyves utcát a Várkertfürdő felőli oldalon. Egy lakossági bejelentés érkezett a közterületre a városfejlesztési osztály és a városvezetőinek. Ennek a levélnek a tartalma szerint többféle kéréssel fordultak a városvezetőihez, a városhoz, sebességkorlátozás, esetleg fekvőrendőr kihelyezése. Indoklásképpen az volt megírva, hogy kisgyerekesek laknak itt, nincsen járda, és viszonylag nagy a forgalom, elég nagy sebességgel jönnek az autók. A szakemberek megvizsgálták a lehetőségeket, és azok várható forgalomcsökkentő hatását, így végül a lezárás mellett döntöttek. A sebességkorlátozó táblát azt ki lehet tenni, annak a betartása az a magyar közlekedési morált ismerve eléggé hiányos. Nem sokan veszik figyelembe az ilyen sebességkorlátozó táblákat, ugye itt radaros mérésre nincs lehetőség. Másik oldalról a Murvás útra a fekvőrendőrnek az elhelyezése az eléggé bizonytalan, nem lehet rendesen rögzíteni. A Várkertfürdő gyógyászata felé vezető utat a fürdőkerítésnél lévő kanyarnál zárták le. A zárás az áttemelő szivattyú mellett van, olyan módon, hogy a gyógyászat felől az áttemelőt meg lehessen még közelíteni. A zsákutcává alakítás a gépjármű közlekedést akadályozza csak meg, gyalogosan és kerékpárral továbbra is át lehet menni a Fenyves utcából a fürdő felé. Az állás nem teljes körű, ezért is oszlopok kerültek kihelyezésre, 1 méter 45 centi távolságra vannak az oszlopok, ez azt jelenti, hogy autóval, gépjárművel nem lehet átmenni, viszont a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak szabad átjárást biztosít. Az oszlopokat tegnap telepítették az zárási pontra, ezeket majd még egy rétegben lefestik, és oszlopzáró gömb is kerül rájuk. A megváltozott közlekedési rendet mindkét irányból zsákutca tábla és a forgalmi rend megváltozását jelző figyelmeztető tábla jelzi. Elkezdődtek a beiratkozások a város egyházi óvodáiban. A reformátusoknál mai határidővel várták a szülői szándéknyilatkozatokat, a katolikus óvoda pedig április 2. és 15-e között fogadja ezeket. Az intézmények képviselőit a beiratkozások időpontjáról és menetéről kérdeztük. Az egyházi óvodák körzet nélküli intézmények, ide a város bármelyik pontjáról jelentkezhetnek gyerekek. A beiratkozás itt korábban zajlik, mint a körzetes óvodákban, éppen azért, hogy a pápai városi óvodák már tudják, melyik kisgyermekre ne számítsanak majd, mondta el híradónknak Márkus Mihály, a pápai református óvoda fenntartójának képviselője. Április 20-áig elvileg be kell ezt fejeznünk, és értesítenünk kell az adott körzet óvodáját, hogy az oda tartozó gyereket fölvettük, vagy nem. Közben jön egy húsvét, nagypéntektől húsvét hétvég szünettel, tehát igazából ezt húsvét előtt meg kell ejtenünk. Mi eredetileg is úgy terveztük, hogy április elején, 6
6-án és 7-én fogjuk a beiratkozást tartani. Ezt most egy kicsit átszerveztük. A református óvoda ezért elindított egy szándéknyilatkozat bekérést, amit azoktól a szülőktől várnak, akik a 2020-21-es nevelési évtől gyermeküket ebbe az intézménybe kívánják iratni. A nyilatkozatot az óvoda honlapján és Facebook oldalán lehet megtalálni. Ennek a szándéknyilatkozatnak a beküldése pedig a mai napig, tehát most péntekig szükséges. Természetesen rugalmasan kezeljük ezt is, tehát ha valaki nem kapta meg időben, és még szombaton vasárnap beküldi az óvoda címére, azt is figyelembe fogjuk venni. De azt kell tudni, azért ennyire sürgős ez, mert 6-7-8-án időpontra fogjuk hívni a szülőket. És úgy tervezzük, hogy 40 percenként lesz egy-egy szülő a beiratkozáson, ami azt is jelenti, hogy ez egy félórás procedúra, tehát nem fognak kontaktusban lenni, nem fognak találkozni, utána a fertőtlenítést mindig meg tudjuk oldani. Április 6-án hétfőn, 7-én kedden és 8-án szerdán 8 órától 17 óráig zajlik a beiratkozás. De ne jöjjön senki oda csak úgy, mert úgy nem tudjuk fogadni. Tehát csak azokat tudjuk fogadni, akiket időre hívunk. Természetesen, hogyha valaki 6-án tudja ezt meg, telefonálja az óvodába, felveszik vele a kapcsolatot, és aztán a végére, még ha van időpont, akkor be fogják hívni, és természetesen, hogyha további jelentkezés lesz, akkor ezt meghosszabbítjuk, de nekünk ezt a nagy héten mindenképpen meg kell csinálni. Utána a jelentkezők számának függvényében, illetőleg az üres helyeink függvényében tudunk arra dönteni, hogy kit tudunk felvenni a mi vodánkba, és kit nem. Az előzetes felmérés szerint túljelentkezésre számít az intézmény. A következő nevelési évre 25-30 gyermekhelye biztosított a református óvodában. A jövő hét elejé beiratkozáshoz a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa, lakcímkártyája, tajkártyája és keresztelési emléklapja szükséges. Hasonlóképp zajlik a beiratkozás a Szent Anna Római Katolikus Óvodában is. Ide április 2-a és 15-e között online nyújthatják be a szülők a beiratkozási szándékukat. Ennek részleteiről a hétfői híradónkban hallhatnak információkat. Fagyos éjszakák és kellemes hőmérsékletű nappalok várnak ránk a hétvégén. Nézzük a részleteket. Szombaton a gomoly felhős napos időben egy-egy jelentéktelen zápor legfeljebb néhol nyugaton fordulhat elő. Élénk néhol erős lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Hajnalban még akár -2 fokot is mérhetünk, délután pedig 13-17 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap napos, száraz időre van kilátás, többfelé élénk keleten időnként erős keleti-északkeleti széllel. Hajnalban északon még lehet helyenként gyenge fagy, napközben pedig 13-18 fok valószínű. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra!